Szemerics Tamás vagyok, a New Garden kertészet vezetője. Engedjék meg, hogy pár szóban elmondjam önöknek, mit kell tennünk ahhoz, hogy ne fagyjanak meg a növényeink télen. Erről a témáról a kertészetekben, vagy pedig szakirodalomban interneten tudunk információt szerezni. New Garden kertészetben a növények címkéjére rányomtatjuk a növények télállóságát. Egy kis piktogrammal, különböző, tehát a fényigény, vízigény mellett elmondjuk azt is, hogy a növénynek milyen télállósága van. Itt a három csillag az a teljes télállóságot jelenti. És itt kell szólni arról, hogy a fagytűrés és a télállóság az nem ugyanaz a dolog, tehát attól, hogy a növény kibír mínusz 25 fokot, még nem biztos, hogy túlél mondjuk egy mínusz 15, mínusz 18 fokos hidegekkel bíró telet, hogyha a tél végén nagy a hőmérséklet ingadozás. A hideggel együtt a napfény, illetve a szél is pusztító hatással lehet a növényekre. Ezt úgy tudjuk csökkenteni vagy kivédeni, hogyha a növény talaját vastagon takarjuk még az őszi időszakban. Ez a takaróanyag, ez legyen valamilyen szellős, szerves anyag, lehet akár a környező fákról lehullott lomb, lehet szalma. A legáltalánosabban alkalmazott a fenyőkéreg mulcs, ez hosszú ideig dekoratív funkciókat is ellát a kertben, és emellett még a gyomosodástól is egy bizonyos mértékben óvja a növények környékét. A talajátfagyás elleni védelmen kívül azonban van még egy fontos tényező, amivel védhetjük a növényeinket. Itt főleg elsősorban a lombölő örökzöldekre gondolok. Ezeknek a növényeknek a tél folyamán is fent van a lombjuk a növényen, így fokozottan ki vannak téve a nap és a szélszárító hatásának. Őket elsősorban nátszövettel, raserhálóval, tehát valamilyen árnyékoló anyaggal tudjuk megvédeni. Ha a növények edényben vannak, tehát mondjuk a teraszon tartunk dekorációs célokkal növényeket, akkor ezeket célszerű szél- és napvédett helyre bevinni, tehát mondjuk az északi oldalra, vagy a háznak a nyugati oldalára, vagy a sűrűbb növényzet védelmébe elhelyezni, és akkor itt nyugodtabb körülmények között telelnek. Itt állunk egy déli fekvésű, napsütötte mediterrán fal előtt. Ez a fekvés nem minden növénynek megfelelő a téli fagyvédelem szempontjából. Hogyha egy lomblevelű örökzöldet egy déli házfal elé ültetünk, akkor elég nagy kockázatnak tesszük ki, pont a téli napszárító hatása miatt. Az ilyen növényeket célszerű védette fekvésbe, tehát naptól és széltől védette fekvésbe, keleti, nyugati vagy akár északi fekvésbe elhelyezni.